Kulcsár Szabó Zoltán vagyok, a irodalomtudományi doktoriskola vezetőjeként szólalok itt meg, és a mondandómnak a felépítése az a következő volna. Megpróbálom nagyon röviden bemutatni a doktoriskolánknak a felépülését, beszélnék majd a képzésünknek a sajátosságairól, és a végén néhány, hogy mondjam, tanácsot vagy megfontolást is szeretnék megfogalmazni, ami a felvételit, vagy egy sikeres felvételit érinthet, és ezt követően pedig igyekszem a felmerülő kérdésekre válaszolni. Nagyon sok számmal és adattal nem szeretnék senkit sem terhelni, mert ezeket úgy tudom olyan pontosan rekonstruálni, mint ahogy ezt a vonatkozó honlapok akkor megtalálható, és itt jelzem is, hogy a doktoriskolának a honlapja az itdi.elte.hu, illetve a kari honlap btk.elte.hu tulajdonképpen a legfontosabb tényekről, mind a képzést, mind a doktoriskola hogy mondjam, formai dolgairól tartalmazza. Hogy röviden mégis a doktoriskolánkról, ugye ez egy viszonylag nagy, ugye a szakterületünkön az ország legnagyobb doktoriskolája, amely 25 darab úgynevezett képzési programból vagy oktatási programból áll. Ezek 5 programterületbe csatlakoznak, és nagyon általánosan fogalmazva azt mondhatnánk, hogy itt minden megtalálható, ami irodalomtudománnyal kapcsolatos. A magyar irodalomtudománytól a nagyobb idegen nyelvű filológiákat képviselő doktori programokig, francia, portugál, német nyelvű irodalmak, orosz, néderlandisztika, skandinavisztika, és így tovább. Sőt, az egyik, tehát a magyar irodalmi program területen belül folklorisztika, illetve az uráli népek folklóriával és irodalmával, valamint könyvtártudománnyal foglalkozó oktatási programok is találhatók. Tehát magyarán, ha egy első felületes pillantást is vetünk erre a doktoriskolára, akkor azt tudjuk mondani, hogy tulajdonképpen az irodalomtudomány hazai, hogy mondjam, művelésének a hazai területét lényegében lefedi. Miért jó ez, vagy miért szerencsés ez? Azért egyfelől azért szerencsés, mert erről majd mindjárt beszélek még, a mi képzésünkben nagyon-nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a egyéni tématerveknek a lehető legspecifikusabb és legpontosabb megvalósítására. Tehát itt valóban nagyon sok témavezetőnk van, nagyon sok legkülönbözőbb témahirdetést találnak a doktori.hu oldalon, tehát mindenki viszonylag könnyen akár egészen specifikus kérdésfeltevéseket vagy kutatási ötleteket hozzá tud rendelni, vagy hozzá tud passzítani, ha fogalmazhatok így, a képzési, vagy hát a témahirdetési spektrumunkhoz. Vagyis a doktoriskolánknak egy fontos jellegzetessége vagy sajátossága, hogy igyekszik minél nagyobb teret szentelni annak, hogy a nálunk a doktori tanulmányunkat végző hallgatók a valóban azzal foglalkozzanak, amivel leginkább szeretnének, és ami a leginkább érdekli őket. Ugye a képzésünknek, tehát a doktoriskolánkban folytatott képzésnek a sajátossága az összefügg ezzel a, hogy mondjam, sokszínűséggel és a kínálatnak ezzel a széles mi voltával. Aki a nevezett honlapok valamelyikén esetleg már belenézett abba, hogyan épül fel ez a 4 éves képzés, azt fogja látni, hogy itt viszonylag kevés olyan, hogy mondjam, órát kell, a klasszikus értelmevet órát kell elvégezni kötelező módon a doktoranduszoknak, amely, hogy mondjam, az egyetemi képzésből ismerős, tehát ahol egy szemináriumi vagy előadás keretek között egy oktató által, hogy mondjam, felkínált vagy előírt témának a körüljárására kerül sor. A képzésünk legnagyobb mértékben a témavezető és a témavezetetnek az együtt, szoros együttműködésére épül. Tehát nagy részt olyan formában nyílik mód tartalommal feltölteni a 2 és ugye még egyszer 2 évet, amiből a képzés áll, ami, hogy mondjam, a legjobban testre szabott lehet egy adott kutatási témának az elvégzéséhez. Tehát magyarán a képzésünknek a középpontjában a témavezető és a témavezetetnek a folyamatos együttműködése
a kutatási folyamatnak a finom hangolása, a témának a behatárolása vagy pontosítása érdekében zajlik, és ugye a legtöbb, hogy mondjam, időt is tulajdonképpen a témavezetett hallgatók, tehát a doktori hallgatók, ugye a témavezetőikkel töltik ezen a képzésen belül. Ugye mi ennek az előnye, ezt csatlakozhatok, vagy visszautalhatok arra, amivel kezdtem, az, hogy nagyon, hogy mondjam, viszonylag felkészültnek, vagy igen felkészültnek mondható a doktoriskolánk arra, hogy az egyéni érdeklődés vezérelte kutatási terveket befogadja, és ezeket értő módon, vagy szakértő módon elő tudja segíteni. Itt nagyon sok múlik nyilván a megfelelő témavezető, vagy sok esetben témavezető páros, tehát van arra is mód, hogy belső és külső témavezető közösen irányít egy-egy doktori kutatást, tehát hogy ennek nagyon fontos szerepet tulajdonítunk, és itt meglehetősen gazdag a kínálatunk. Tehát az a tanácsom a doktori képzést fontolgatók számára, hogy azt nagyon alaposan gondolják végig, hogy a témahirdetéseket végignézve kik azok a tudósok, kik azok az oktatók, akikkel a leginkább elképzelhetőnek, vagy leginkább gyümölcsöző módon elképzelhetőnek tartják az együttműködést. Ugye időnként persze felmerül annak a kérdése, hogy vagy annak akár az igénye is, hogy nem túlságosan egyéni arculatú ez a képzés, ugye doktori hallgatók sem, hogy mondjam, izolált lények, tehát időnként szükség van az együttműködésre, a közös gondolkodásra. Itt ugye a doktoriskolának az a, vagy a képzésünknek az a sajátossága, hogy a különböző programok minden évben, vagy minden tanév, minden fél évben viszonylag szerteágazó témákban úgynevezett doktori kollégiumokat hirdetnek meg. Ezekből ugye kettőt, illetve még van egy úgynevezett doktori speciál kollégium nevű tantárgy, tehát akár hármat is el lehet, vagy kell az első két év során végezni. Méghozzá oly módon, hogy ez nem feltétlenül program specifikus, tehát aki mondjuk a francia irodalom doktori programnak a hallgatója, ha talál egy olyan doktori kollégiumot, amit mondjuk a könyvtártudomány hirdet meg, de valamiért a témája szempontjából fontos lehet, akkor azt is felveheti. Továbbá, ugye a képzési tervünkben, ha látják, majd az első négy fél év mindegyikében szerepel egy, a név az önmagában nem sokat mond, vagy nem túl specifikus, szakmai tárgy nevű tanegység, ezt ugye minden fél évben el kell venni, és tulajdonképpen ez az a kategória, amelyik lefedi a témavezető és a doktori hallgató együttműködését, abban az értelemben is, hogy ennek az a feladata, hogy ezt a témavezető és a hallgató tulajdonképpen közösen töltik fel, tehát közös megállapodás keretében töltik fel tartalommal. Hogy mi minden lehet ez a tartalom, ez nyilván a kutatási témának az alakulásától is függ. Van, amikor a doktori disszertációs projektet megalapozó bibliográfiának a feldolgozása és összeállítása szerepel az előtérben, van, amikor tanulmányírás vagy konferencia szerepel az előtérben, van, amikor azt tűnik a legcélszerűbbnek, hogy a hallgató olyan kurzusokat látogasson, amelyek adott esetben nem is feltétlenül a doktori program, hanem mondjuk, hogy mesterképzés van, amelyik a téma szempontjából fontos kurzusát jelenti. Tehát mind-mind belevonható ebbe az úgynevezett szakmai tárgyba. Tehát magyarán, akinek olyan a témája, olyan az érdeklődés, olyan az attitűdje, hogy szívesen látogat sok órát, vagy sok közösségi, hogy mondjam, alkalomra van igénye, akkor ezt is megteheti, tehát ne érezze, tehát nem kell senkinek sem izoláltnak éreznie magát ebben a nálunk töltött kettő vagy kétszer két évben. A doktori iskolának ez a kiterjedt spektruma, amivel kezdtem, ez ugye abban is megmutatkozik, vagy azt az előnyt is hordozza szerintem magával, hogy rengeteg disziplína közi együttműködésre, párbeszédre van lehetőség. Ugye a felsorolt, vagy hát csak részint felsorolt doktori programok között van kapcsolat, ugye az oktatók és a hallgatók között is, tehát hogy
aki bármifajta kezdeményezéssel a doktori évei alatt előáll, akkor az biztos, hogy talál olyan partnereket, akik egy másik tudományterületről, vagy egy másik irodalom felől járulnak hozzá az adott témának a feldolgozásához. A hallgatóink, az, különösen az utóbbi években, hogy mondjam, meglehetősen kezdeményezőnek mutatkoznak, olyan, abban a tekintetben, hogy szívesen kezdeményeznek különféle vagy formális, vagy informális keretek között hát ilyen öntevékeny kurzusokat, megbeszéléseket, előadássorozatokat, vagy konferenciákat. A legutóbbi évben, vagy tanévben, vagy a folyó tanévben is van erre példa, sőt nemzetközi konferenciát is kezdeményeznek a doktori programjaink némelyikén hallgatók. Úgyhogy ebben a tekintetben azt lehet mondani, hogy ez a program közötti együttműködés, ez egy az utóbbi években legalábbis meglehetősen mozgalmas és termékeny volt. Ezt a doktoriskola messze menőkig támogat mindenfajta ilyen hallgatói kezdeményezést, úgyhogy aki ilyen szándékkal, vagy ilyenbe szívesen bekapcsolódva képzeli el a nálunk töltött éveit, az meg fogja találni a megfelelő lehetőségeket. Ez kiterjed már utaltam a nemzetközi vonatkozásokra is, ugye a 25 nevezett, vagy 25 említett program, ha nem is épp 25-öt, de jó néhány tudományos műhelyt, vagy kutatócsoportot is lefed, ezekkel szoros kapcsolatban működik, és doktori hallgatóinknak rögtön a képzés elejétől kezdve módja van arra, hogy bekapcsolódjon olyan kutatási projektekbe, akár ezek között sok nemzetközi be is, amelyik ugye a szakmai szocializációt és tapasztalatszerzést, hát mondanom most kell, hogy nagy mértékben elősegítik, és ugye egyre inkább nemzetközi maga a hallgatói gárdánk is, ha lehet így fogalmazni, tehát nem egyenlő mértékben, de mondjuk az angolos, amerikai, amerikanisztikai programok, az orosz, szláv programok között, de mondjuk az összehasonló irodalomtudomány programban is találkozhatnak, vagy együtt dolgozhatnak külföldi és nálunk doktori fokozat megszerzésére törekvő hallgatókkal, úgyhogy ebben az értelmében is, ha lehet így van, ez a sokszínű kutatási vagy tudományos környezet vagy közeg, ez mi nálunk egyre inkább fennáll, vagy egyre inkább biztosítottnak mondható. Tehát a képzésnek hogy néz ki a képzés maga, erről csak röviden szeretnék beszélni, mert ezt az említett honlapokon megtalálják. Ugye nyilván tudják, hogy kétszer két évről van szó. Ugye az első két évnek az ívét, azt ugye a tanulmányok megkezdése és az úgynevezett komplex vizsga fogja közre. Az első fél évben kell elkészíteni a minden kezdő, tehát első éves doktorandusznak egy olyan bibliográfiát, amelyik aztán ennek a két évnek az alapja lesz. Ezt kell feldolgozni, és ennek a feldolgozását kell majd bizonyítani a második évet záró úgynevezett komplex vizsgán. Ez azt jelenti, hogy ezekben az első négy fél évben, minden fél évben az említett szakmai tárgyal a középpontban, mellette van egy szigorúban konzultációnak nevezett tanegysége, szintén a témvezetővel való együttműködést foglalja magába. Ezek minden fél évben felvendő és teljesítendő tanegységek, és ezek mellé csatlakoznak az említett doktori kollégiumok, illetve olyan nem órás vagy nem óra jellegű teljesítések, mint például az úgynevezett részvétel a kutatóhely munkájában. Ez nagyon sok mindent fedhet, konferencia szervezést, részvételtől kezdve besegítést a tanszékek munkájába, vizsgáztatásba és így tovább. Ez nyilván az adott programoknak a szükségleteitől és aktuális, hogy mondjam, kutatásaitól vagy munkájától is függ. És a megszerzett, tehát a szükséges megszerzett kreditek birtokában a negyedik fél évben kell ugye jelentkezni erre a bizonyos komplex vizsgára, amely tehát, mint említettem, a disszertációs bibliográfiának az ismeretét kell, hogy kellőképpen bizonyítsa, illetve ide már a doktori hallgatóknak be kell nyújtani két ívnyi terjedelmű szöveget, ezek lehetnek különálló tanulmányok, vagy egy disszertáció részlet, amely a komplex vizsgán megvitatásra kerül. Tehát magyarán a második év közepéig, vagy a negyedik fél év közepéig kell eljutni oda, hogy,
hogy egy viszonylag terjedelmesebb szöveg inget elkészítsenek, és megvitatható formába hozzanak erre a bizonyos komplex vizsgára. Ha a komplex vizsga sikerül, amire azért van példa, akkor kezdődik, hogy a képzés második szakasza, ez már kifejezetten a disszertáció elkészítését szolgálja, illetve itt lépnek be olyan publikációs konferencia szereplést se teljesíthető, hogy mondjam, kreditek, amelyek teljessé teszik a képzésünknek az elvégzését, és itt ugye ezt érdemes hangsúlyozni, mert ezt erre szoktak rákérdezni, hogy oktatási kreditek is vannak, tehát a programjaink döntő többségének módja van arra, és szívesen is teszi azt, hogy bevonja, főleg ebben a képzésnek ebben a második felében doktori hallgatóinkat a tanszékeken folyó oktatásba, tanításba. Tehát, hogy nagy eséllyel mindenki, aki eddig eljut, az ilyen területen is tapasztalatot szerezhet. Hogy miért merem jó szívvel, hogy mondjam, reklámozni, vagy ajánlani a képzésünket, azt két részre bontanám. Ugye az egyik az, hogy nagyon egyszerűen megfogalmazva azt mondanám, aki gondolkodik azon, hogy doktori tanulmányokra adja a fejét, az azon is akár elgondolkodhat, hogy doktorandusznak lenni, ezt részint tapasztalatból is mondom, egyszerűen jó. Egy olyan helyzet, 4 év, amikor az rengeteg idő abból a szempontból, hogy egy meghatározott tudományos problémára, vagy egy szövegértelmezési, vagy filológiai problémára szánhatjuk az időnket. Aki tudományos pályán folytatja majd az életét a doktori képzés után, az meg fogja tapasztalni, hogy ilyen soha többet nem lesz, tehát mindig sokkal több, hogy mondjam, kötöttséggel, nem saját magam által előállított feladattal telik az ember élete, tehát ez egy olyan tapasztalat, amit szerintem mindenkinek, aki tudománnyal való foglalkozásra adja a fejét, nagyon jó átélni. Ezen belül miért jó az ELTE irodalomtudományi doktoriskoláját választani? Elsősorban azért, amit már nem egyszer, nem először emelek ki, hogy ebben a, tehát ehhez a tevékenységhez, tehát ahhoz, hogy nagyon koncentráltan és viszonylag, hogy mondjam, tágasan rendelkezésre álló időbeli keretek között foglalkozunk valamivel, amivel tényleg szeretnénk, amit mi magunk találunk meg témaként, az arra itt egyszerűen a képzési kínálatnak a gazdagsága és a kollégáinknak a felkészültsége nagyon nagy, vagy szerintem nagyon tág lehetőséget támaszt. A tanácsom az volt, tehát akik azon gondolkodnak, hogy hogyan készítsék elő a jelentkezésüket, vagy hogyan készítsék elő a felvételi folyamatot, az előbbiekből az következik, hogy udaltam is rá, hogy nagyon fontos az, hogy megtalálják időben a megfelelő témavezető jelöltet, tehát hogy a doktori.hu oldalon ugye megtalálják azokat a témakiírásokat, amelyekre lehet jelentkezni. Nagyon fontos, hogy itt van, amikor általánosabb, van, amikor jóval konkrétabb témakiírásokba ütköznek, de ez egyik sem azt jelenti, hogy ezt kell nem azt kell megírni, nem az lesz a disszertáció címe, amit ott találnak, hanem arról van szó, hogy a saját kutatási témát kell elhelyezni ezen, hogy mondjam, tematikus keretek között, és ezt érdemes jó előre egyeztetni a kiválasztott témavezetővel. És itt általában én azt szoktam mondani, vagy most is arra hívnám fel a figyelmüket, hogy két szélsőségtől érdemes óvakodni. Az egyik az, hogy én láttam már arra is példát, hogy valaki egy diszertáció kész tartalmi jegyzékét adta be rögtön a felvételi elején. Ez úgysem így lesz. Tehát nagyon sokat fejlődik, tanul és változik az ember a doktori képzésben eltöltött évek alatt. Tehát nem érdemes rögtön az elején egy túl konkretizált témát megadni, már csak azért sem, vagy témavázlatot leadni, már csak azért sem, mert a képzésünkben tulajdonképpen még az első fél év is rendelkezés áll arra, hogy a végleges tervet megfogalmazzuk. Ugye az első fél év végéig van lehetőség arra, hogy ezt a végső formában a doktori iskola elé tárjuk, tehát ez még változhat ahhoz képest is, amit a felvételire beadtak. A másik véglet nyilván az, hogy túl szétfolyanak, túl általánosnak sem,
sem érdemes hagyni ezt a tématervet, mert az ugye eleve, hogy mondjam, bizonyos kételyeket ébreszthet a dolognak a megvalósíthatóságát illetően. Tehát az a javaslatom, hogy a kettő között valami fajta középúton érdemes maradni, és tulajdonképpen az egész doktoranduszi életformának is szerintem a legjobb, hogy mondjam, megvalósítása az hasonló. Tehát nem érdemes úgy végigcsinálni ezt a 4 évet, hogy az ember ki se tekint a saját disszertációjának a várható keretei közül, és nem foglalkozik semmi mással arra hivatkozva, hogy az nem tartozik az ő területéhez, tehát nagyon sokat tanulunk mindig a saját témánk szempontjából akkor is, ha valami egészen másba ütközünk bele, vagy ha valaki egészen eltérő módszertanú doktorandusz társunkkal, a kutatásaival ismerkedünk meg, vagy konferenciákra megyünk, amelyek nem feltétlenül szorosan a mi témánkhoz kapcsolódnak, tehát hogy ez az, ugye az egyik oldala. Nyilván nem érdemes teljesen szétszóródni sem, mert abból meg ugye nem lesz a végén egy meggyőző disszertáció, tehát úgy érdemes a lehetőségeket kezelni, hogy mindig tudjuk azt, hogy nagyjából tehát milyen értekezés lebeg a szemünk előtt, amivel a 4. év, tehát követő évben, tehát ugye a 4. év után még 1 év van a disszertáció leadására, ezzel elkészüljünk, de ugyanakkor érdemes nem is egyfajta ilyen tematikus karanténban tölteni ezt az időszakot, mert még egyszer mondom, tulajdonképpen a szabad tájékozódásnak és a szakma szabad művelésének a, hogy mondjam, a legideálisabb és legtágasabb kerete az szerintem a tudomány mai, hogy mondjam, mindennapjai között az pont a doktori képzés. Ennyit szerettem volna röviden mondani, és állok rendelkezésre, ha bármifajta praktikus vagy kevésbé praktikus kérdésük van, és igyekszem őket megválaszolni.